Köszöntöm Önt a stúdióban. Köszöntöm a televízió nézőit, különös tekintetre a 4-es számú választókörzetben lakókra. Köszöntött a 4-es számú választókerület tagjait is, az ott élőket. Ugye Ön ennek a térségnek a képviselője, ez ugye az alpolgármesteri feladatok mellett van. Határoljuk be ezt a körzetet. Mik a legjellemzőbbek ezen a környéken? Mivel keresik meg Önt? Hát ugye a körzetem az Ady Endre utca, az egyik főútvonal, ami egészen elmegy a Liget utcáig, tehát át a város túlsó részére, és onnan visszajönve a főtért érintve Szent László utca, a keleti városrész. Miután át lett alakítva a választókörzetek száma, és ebből 8 választókörzet alakult ki, így minden körzet egy-egy tortaszelethez hasonlítható, és így átérinti az egész várost, szinte azt mondom, hogy sugár irányba, kihasítva egy szép nagy szeletet belőle. Ez a városrész gyakorlatilag intézményekben mondhatni nem túl gazdag. De ha nagyon precíz akarok lenni, akkor a városházát érinti, a Dériné Művelődési Központot érinti, Kuthen úti óvodát teljes mértékben tartalmazza, a piaszcsarnokot tartalmazza. Na most az elmondott intézményeket pontosan az elmúlt években sikerült pályázati forrás felhasználásával jelentősen megújítani. Tehát ha azokat az intézményeket nézem, amely konkrétan nálunk van a mi körzetünkben, ezeknek a felújítása megtörtént, és még a jövőben is fokozódik a folyamatos felújítása. A választókörzetben, miután eléggé alacsony fekvésű, ezért különböző belvíz problémák jelentkeztek az elmúlt évek alapján, amit én azt gondolom, hogy időarányosan sikerült megoldani. Mindig van olyan rész, amely még valami fejlesztésre szorul, ez a következő években is természetesen folytatódni fog. A másik ilyen probléma nyilván a járdák helyzete. Elindult a városközpontban egy térkőburkolatos felújítás, ami egyrészt színes, egyrészt korszerű, egyrészt jó. Egyrészt, hogyha valamilyen közműcsatornát kell alatta hozzányúlni, akkor az könnyen helyreállítható, de emellett a aszfaltjárdák felújítása is folyik. Egyrészt nyilván a legrosszabb szakaszokon, másrészt meg van egy tudatos pályázati elképzelés, mely szerint ugye sorra vesszük a fő közlekedési útvonalakat, és azoknak a felújítását már megkezdtük. Most ebben az évben megvalósul, most éppen most folyik a megvalósítása az egyik közlekedési főútvonalnak, és a következő évben ez folytatódni fog. A közutaknak a kátyúzása az természetesen minden évben megtörténik, útfelújításokra pályázat per pillanat nincs kiírva, tehát ilyet nem tudok mondani, nem tudok beszámolni, de előbb-utóbb ez is meg fog történni. A különböző más egyéb szolgáltatást, amit igénybe vesznek az én körzetembe élők, az természetesen zajlik. Nekem fogadóórák minden hónapban vannak, természetesen, de emellett azért azt gondolom, hogy ismerik a én körzetemben lakók, sőt a város többi lakó és a személygépkocsimat, amelyek mindig ott áll a Nimród előtt, a városház előtt 7 órakor, és én hozzám akár van fogadóra, akár nincs, különböző magánjellegű panaszokkal, problémákkal jönnek, megkeresnek. És én azt gondolom, hogy ha ezt mindenki nézi mondjuk ezt a televízióadást, akkor arra biztatom őket, hogy jövőben is jöjjenek. Nem kell mereven betartani. Én egy kicsit lazábban fogom fel ezeket a dolgokat. Ingújba ülök itt. És ugyanúgy fogadom a várakozókat, akiknek valamilyen problémájuk van. És aki ezt látja, és volt nálam, az pontosan tudja, hogy ami lehetőség határáig van, azt én mindent megoldottam. Vannak természetes olyan kérések, amelyek megoldhatatlanok, vagy pedig időben elhúzódóak, de arra is törekszem, hogy az megoldódjon. Tehát én nekem az az elvem, hogy ha az embernek fáj a foga, akkor menjen a fogorvoshoz. Ha van olyan problémája, amit adott esetben a város körzeti képviselője, illetve alpolgármestere meg tud oldani, az bátran keresen fel a jövőben is, állok rendelkezésre bármikor. Fogadóórától függetlenül. Hasznosak ezek a fajta fogadóórák, beszélgetések a lakosokkal? Nagyon hasznosak, hiszen olyan problémákat ismerünk meg, amit valójában csak úgy lehet megismerni, hogyha az ember adott esetben minden nap bejárna a város ő körzetének bármelyik részét, bármelyik telkét, bármelyik problémás helyét. Erre nincs idő. Aki napi 8-10 órát dolgozik benne a városházán, az nem tud kimenni mindenkihez. Aki érzi, hogy van valami problémája, kérem, jöjjön és várom szeretettel, és megoldom problémáját.
Jól értem, akkor önt végül is bármikor elérhetik a lakosok. Az a szokás, látják a kocsimat a városház előtt, jönnek és én fogadom őket. Ha beszélhetünk egy kicsit a jövőről, bár ugye előbb se szeretett volna sokat elárulni, de azért nagy vonalakban. Igen. Önnek mit jelent a jövő karcagja? A jövő karcagja nálam egy okos városnak a megjelenése. Ennek nyilván van egy csomó feltételrendszere, és én azt tudom, hogy jövőre lesz lehetőség ilyen pályázatot benyújtani, és én azt szeretném, hogy azok a fiatalok, akik jelen pillanatban nincsenek Karcagon, de a szüleik itt élnek, és szeretnének visszajönni, azoknak legyen olyan környezet, legyen olyan szórakozási lehetőség, legyen olyan sportolási lehetőség, amely visszahozza őket Karcagra. És egy kicsit elmegyünk abba az irányba, hogy munkahelyteremtéstől függetlenül, vagy amellett tudjunk olyan szolgáltatást nyújtani, és ilyen szolgáltatás fog majd lenni, hogy a Karcag kincse élményes gasztropark épül a fürdőben rendezvényközpont. Lesznek újabb sport, olyan fejlesztések a műfüves pályáktól kezdve, amely azt gondolom, hogy nyújt minden olyan lehetőséget, mint bármelyik hozzánk hasonló méretű, vagy esetleg nagyobb méretű város is. A másik nagyon fontos téma az idősekkel való gondoskodás. Jelen pillanatban van egy X-férőhely biztosító, olyan intézményrendszer, szociális otthonnak nevezi a köznép, ahol most sorban állás van. Lehetőségünk fog lenni adott esetben, hogy ezt bővítsük. Én nekem ilyen elképzelésem van. A másik dolog ugye, hogy ha már fiatalok hazajönnek, munkahelyük is lesz, már meg a gyermekeknek az elhelyezése bölcsödébe, óvodába. Óvodai rendszer fejlesztéshez természetes történik most is, én nagyon fontosnak tartanám, hogy a bölcsödei rendszerünket fejlesztjük. Férőhely bővítését. És igazából nem akarok tovább menni ezekbe az ismertetésekbe, mert ezekre konkrét programok vannak, konkrét elképzelések vannak, és ez az, amire céloztam, hogy ezzel még várjunk. Akkor lesz feladat a jövőre nézve. Egy biztos, hogy a alpolgármesternek, aki a gazdaságügyeket viszi majd, biztos, hogy fog lenni. Nagyon sok feladat a fejlesztési, működtetési és a többi. Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm szépen, hogy eljött ide. Köszönöm szépen a lehetőséget.